Folytatódik a napi aktuális, egy nagyon érdekes hír jelent meg a napokban arról, hogy a kormány elővette egy évtizedes ötletet, és szivattyús energiatározók épülhetnek Észak-Magyarországon. A kutatófúrások elindultak, vagy elindulnak Borsod és Heves vármegyékben. Mutatjuk itt a térképen, hogy hol. A végső döntés majd a próbafúrások után születhet meg, azután, hogy kiértékelték az erőműveket. De mik is ezek a szivattyús energiatározók, hogyan működik egy ilyen erőmű, ezt próbáljuk elmagyarázni minél egyszerűbben. A szivattyús vízi erőműveknél tisztázni kell, hogy ezek energiatárolására szolgálnak, tehát nem maguk termelnek energiát. A szélerőművek, vízi erőművek kiegészítő technológiája arra szolgál, hogy a töbletet el lehessen tárolni. Láthatjuk, amikor megtermeli mondjuk a szélerőmű, vagy a naperőmű, napes, nap, sütés esetén az áramot, akkor egy szivattyúval a magasabban fekvő tóba felszivattyúznak nagy mennyiségű vizet. Sok-sok-sok ezer köbméternyi vizet. Azután, amikor szükség van az energiára, akkor leengedik ezt a vizet, meghajt egy generátort, és azzal visszatáplálják ezt a bizonyos áramot a hálózatba leesik a vízszint, az alsó tóban pedig megemelkedik. Ami kell hozzá, az két különböző szintben lévő tó, és kell hozzá egy föld alatti vagy föld feletti ö, csővezeték. A Magyarországra tervezett erőműnek 600 megawatt a teljesítménye, ez nagyjából egy paksi blokknak felel meg, még hogyha a paksit az mondjuk pont nem is kell eltárolni. Ami még érdekesség a magyar tervnek az, hogy a vízfelületet is napelemekkel fednék, pontosan azért, hogy, hogy ott is termeljen energiát, meg hogy ne párologjon annyira a víz. A nagy kérdés az most már csak az, hogy itt most egy környezetpusztító tájsebről van szó, vagy pedig a lehető legzöldebb módszerről, amelyel el lehet tárolni a zöld energiát. És erről fogunk beszélgetni vendégeimmel is. Tóth Máté energiajogász, jó estét kívánok, és kíván. Ottóval a Klimapolitikai Intézet kutatójával. Jó estét, Először önhöz fordulnék, mik a feltételei, mik az alapfeltételei annak, hogy létre, hogy meg lehessen építeni egy ilyen szivattyús Ugye két különálló víztározó medencéről beszélünk, ez annál jobb, minél na nagyobb mennyiségű vizet sikerül itt eltárolni, hiszen annál nagyobb energia uh -huh. áramot. Ugye az áram, a, egy villamosenergia rendszernek az a sajátossága, hogy mindig a termelésnek és a fogyasztásnak mindig meg kell egyezni, tehát ha a képbe bejön a időjárás függően termelő megújuló, amiből lehet túl sok, vagy lehet túl kevés, akkor ezt ki kell egyenlíteni. Ugye épülnek Magyarországon új flexibilis földgáztüzelési blokkok, amivel ki lehet egyenlíteni a hiányokat, de tárolni nem lehet az energiát, tárolni, vagy akkumulátor lehet, ugye, és itt az ipari e, méretű akkumulátorok sajnos még nem terjedtek el eléggé, hogy ezt meg tudják oldani, viszont a szivattyús tározós erőművekkel azt lehet csinálni, hogy amikor túl sok az időjárás függő megújuló termel, áramtermelés, és akkor, akkor... felszivattyúzzák a vizet a felső medencébe, és amikor meg éppen nincs, akkor pedig leengedik. Tehát így a napi ingás szépen ki lehet vele egyenlíteni, és ez a feltétele, előfeltétele annak, hogy tovább tudjon bővülni ugye Magyarországon a megújuló időjárás termelés, hiszen már most elértük azt a 6000 megawattot, amit elvileg 2030-ra terveztünk elérni, tehát ez 18 szoros bővülés, tehát egy robbanásszerű bővülés az utóbbi 5 évben. Miért, miért nem terjedt el korábban itt Magyarországon? Én azt tudom, hogy vannak nemzetközi példák erre. Milyen gátjai voltak ennek? Nyilván az elsődleges szempont az a földrajzi gazdaság. Hey, okay. horizont. Most én a Jogi -re alap abszolút, abszolút. De ha ezen túllépünk, és nálunk is ugye ez egy nagyon tanulságos történet volt, amikor vizsgál, vizsgálni kezdte Magyarország, illetve a Mavír, az MVM a létesítésnek a körülményei, 2016-17-ben készítettük az első átfogó tanulmányt, akkor még rengeteg jogi korlát volt. Többek között az Európai Unió irányából, illetve hi hiányzó szabályozás, ami nélkül egy ilyen új minőséget, ami jogi értelemben egy új engedélyesi minőséget uh -huh. is jelent nem tiszta, hogy kinek mi a feladat, amik a jogok, kötelezettségek, egyszerűen nem lehet létesíteni. Ez a jogi szabályozási lesz kitisztult mára, ami miatt ugye lehetővé vált az, hogy amit ugye Otto is mondott, az a rendszerszintű szolgáltatás igény, ami folyamatosan növekszik, Minek az egyik paramétere az elhangzott 6000 megawattnyi naperőmű kapacitás, de a másik pedig az, hogy jelenleg 42-44 teravattórányi villanyt fogyaszt Magyarország, ezt biztosítani kell, ez 2030-ra 60 lesz. És ugye az ehhez szükséges rendszer szintű szolgáltatásokat kell biztosítani, amiben nagyon sok minden tartozik, tehát beletartozik a Black Star képesség, a frekvenciatartás, de itt vannak a kiegyenlítő energiaigények is. Na ide érkezik meg ez a technológia, ez a, ez a szivattyús tározós mm. tárolási lehetőség. Beszúrhatok? Persze, parancsoljon. Tehát e... Ugye 18 szorosára bővült az időjárás függő, de, de a szabályozási lehetőség nem nőtt ezzel arányosan. Eddig a kiszabályozási villamos áramot azt importáltuk a környező országból, éppen valószínűleg a szivattyú tározó, az ő hegyeikben működő szivattyú tározó. Tehát erőmök. amikor Magyarországon kevés volt a kapacitás, akkor behoztunk Szlovéniából. Így van, tehát ez a szabályozó kapacitás onnan jött, importáltuk, csak ugye az a helyzet, hogy ezekben az országokban is egyre jobban terjed a nap erőművek és a szélerőművek. Tehát egyre kevésbé fognak tudni ilyen kiegyenlítő kapacitásokat nekünk adni exportként. Plusz ez a drága, mert a nap is a akkor ott süt. Így van, is tehát muszáj vagyunk magunknak megcsinálni, másrészt pedig stratégiai cél, ugye az önellátásnak az elérése villamosenergiában, energiában, tehát muszáj vagyunk mi is a saját lábunkra állni. Ugye ön is említette azt, hogy a gázerőművekkel lehet utána menni a gyorsan változó szabályoknak. Ez a szivattyús erőmű, ez mennyire indítható gyorsan, és mennyi ideig tart mondjuk, amíg le lefolyik az a víz? Ez, ez gyakorlatilag perces szinten ö, követi a, az igényeket, tehát hogyha a rendszer irányító a Mavir, a mi esetünkben kéri, megnyomja a gombot, akkor pak pár, pár perc múlva már dübörög a, a plusz áram jön lefelé. Környezet. Egyébként érdem, elnézést, hallom. most hiperaktív lettem az a kávétól, bocsánat, de azt azért ne felejtsük el, ezt a, tartozunk a, az őseinknek, hogy Magyarországon 1912-ben már volt Szivacsustárúzós vízerőmű, a történelmi Magyarországon természetesen. Tehát élenjárók voltunk, az első, elsőket Svájcba és Ausztriába építették 1870-es évek végén, és nekünk 1912-ben már volt Szivacsustárúzós erőmű ez a két magyarországi terv, ez a Heves megyei és Borsod megyei, ez nem a környezetvédelmi szabályokat, natura szabályokat, hát hogy mondjam, nem tapossa két lábbal? Abszolút nem, ezek nagyon körültekintően kiválasztott helyszínek, és egyébként is úgy néz ki a jogi folyamat, hogy a legelső mindig a környezetvédelmi feltételrendszer engedélyezés és a megvalósíthatóság. Ha ott tehát, megvan az ördlámpa, meg... akkor lehet egyáltalán bármire. Akkor, akkor lehet egyáltalán. Tehát addig az építés, illetve az energiahivatal, tehát az iparági engedélyezés el se kezdődik. Tehát ez a, ez a nulladik lépés, és mind a kettő helyszín, ha megnézzük a térképen, mint Sajó Ivánka, ami ugye Kazinc Barcikának az ipari övezetéhez tartozik, mint pedig Markaz, ami a most létezős nekem egyébként személyesen is nagyon kedves a tanulóerődműben volt, a Mátrai Erőműnek a, a szürke zónájába tartozik, ugye ott egy hűtőtó volt, a, a Mátrai Erőműnek visontán a hűtő tava tulajdonképpen, ami itt szóba került, tehát gyakorlatilag azokat a volt ipari elhagyott zónákat hasznosítanák újra, és ilyen helyszíneket választottak jelenleg is a próbafúrásokhoz, amik ilyen szempontból környezetvédelmileg ugye a legkisebb aggájjal és a legkisebb környezeti hatással járhat. Mennyi az időt, az élettartama, bocsánat, egy ilyen erőműnek, és mennyire drága? Egy vízerőművet sok évtizedre építenek, tehát 50-60-70 év, tehát azt lehet mondani, sőt, sőt talán, hogyha megfelelően van karbantartva akkor, akkor, 70 év, tehát nagy az élettartama. A, a, sokkal nagyobb kérdés az, hogy a vízellátása megfelelő, tehát azért nagyon fontos az, hogy még nem, a környezetvédelmi feltételek nagyon fontosak, a geológiai feltételek nagyon fontosak, de hogy mindig legyen biztonságos vízellátás, ezért tervezik általában bővízű folyókhoz, mert ugye sajnos az olyan vízerőművek, amelyek elég a klímaváltozásnak kitett területeken épültek, ott ezzel nagy baj van, tehát a, a vízerőművek sem tudnak már megfelelően működni, időjárás függővé váltak. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a Bodrog, a Tisza, tehát a Duna, bővíző folyók, ahol nem probléma, tehát évtizedekre megoldja a problémát. Természetesen egy van itt egy érdekes fejlemény még, ami ide tartozik, hogy tudjuk jól, hogy a szlovák partnerrel ugye kialakul egy együttműködés, hogy mégiscsak lehet, hogy újból elővesszük a Duna közös hasznosítását, hogy végre mind a két, ez, ez megjelent a sajtóban, hogy Cepek Gábor államtitkár úrvezetésével külön kormány megbizot, megbizotást kap arra, hogy rendeződjön Bős Nagymarosnak a, a, sorsa, és ott is bizony ez az erőmű csúcsajáratásra is alkalmas, tehát alkalmas energiaraktárzás. Ha itt lesz egyszer egy végre egy mind a két országot ki és mind a két népet kielégítő politikai megoldás, akkor ez is benne van még a pakliba. Szerintem gondolom, hogy erre várni kell még. De ennél kisebb léptékben az, hogy ott meg kell győzni a helyi önkormányzatot, láthattuk, hogy Debrecenben a debreceni anyák, Mária Pócsi, hogy milyen anyáknak az egyesülete, micsoda tüntetéseket szervezett, a jogi környezet jelen pillanatban alkalmas erre, vagy ez kiemelt beruházássá kell nyilvánítani? Hogyan lehet megoldani? Én abban bízom, hogy nincs szükség a kiemelt beruházása nyilvánításra, mert hogy minden a jelenleg meglévő rendes jogszabályi feltétel szerint is a létesítésnek a feltételei adottak kellene, hogy legyenek. Az, hogy politikai agitáció folyik, az teljesen álságos, mert hogy abszolút a közös érdek az, hogy a, a zöld energia növekvő részaránya és a rendszerbiztonság is egyébként környezetvédelmileg legkisebb hatás mentén biztosított legyen, és ezek a projekttervek erre teljesen alkalmasak. Annyit még a számok nyelvén érdemes rögtön hozzátenni, hogy, hogy ugye az, hogy 600 megawattnyi villany termelésére alkalmas ez a, ez a berendezés, és hogy 6 órán keresztül képes üzemelni, az nagyon jónak számít. Tehát az akkora hozzáadott érték a villamosenergia rendszerhez, ugye a mavír és az elosztók nagyon régóta nyomják a vörös gombot, hogy kell ugye az a kapacitás növekedés villamosenergia tárolásba, illetve hálózatfejlesztés, ami lehetővé teszi a további növekedést. Na pont ez az a megoldás, a 600 megawatt, ugye elhangzott, hogy ez egy paksi blokk, valójában ugye nem abban méretik, mert a pont zsinór de hogy ugyanennyi naperőmű kapacitás eltárolása óriási erőrelépés. És az, hogy 6 órán keresztül tud termelni, ugye vissza sajtolni a villanyt, meghajtva a turbinát, ugye ez a, ez szivattyús rendszer, az gyakorlatilag nyáron a teljes éjszaka. Tehát az nagyon hosszú hozzáadott érték, hogyha összehasonlítjuk egy hagyományos ö, ö, olyan, olyan tárolói berendezéssel, amiket ugye jelenleg létesítenek, akkor egy-két óra az a hasznos uh -huh. gazdaságos üzemidő, amit egy litium-ionos akkumulátor biztosít. A hiperaktivitáson megint előjött, ugye Magyarország azért 2010 óta, legalábbis amióta a mostani Fidesz kormányok ugye egymás követően kormányon vannak, már cél volt a szivattyús tározó erőmű egyébként, csak pontosan az Európai Unió nem támogatta eddig, és aztán most, hogy ilyen nagy arányban jön a sok megülő, és nincs más megoldás, hogy a rendszerbe tudjuk integrálni őket, így most rából intottak, úgyhogy legalább tíz ország tervez rajtunk kívül ilyen beruházást, és most már az Európai Unió engedélyezte, hogy akár állami támogatással is épüljön meg, tehát egy nagyon komoly összeget engedélyezett, hogy állami támogatást kapjon ez az erőmű. 1,1 milliárd euró. Jó hatékonyságú? Igen. Tehát ez, ez sokkal jobb, mint a, mint gázerőművek, és mondom, tehát ami, ami zseniális, hogy dekarbonizált módon lehet vele villamosenergiát tárolni. Tehát úgy, úgy tárolom el, és úgy adom vissza, hogy tulajdonképpen ez a termelés megújulónak számít. Te 75-80 százalékos hatékonysággal dolgozik. Tehát ez óriási, hogyha megnézzük, úgy, hogy az tudna unia... mondani egy összehasonlítást? Hát a, az, a, például az a kapcsoltan termelő villamosenergia technológia, ahol hőt és villanyt állítanak el, és nagyon sokáig az volt a fókuszában 15 évvel ezelőtt az Európai Uniós támogatásnak, az mondjuk egy 50-40-50 százalékos -50 hatékonyságot tudott. Óriási. Tehát annál jóval magasabban. Tóth Mátének és Tóth köszönöm szépen, hogy itt voltak.